Úgynevezett részek szemüveggel kellett tornyot építeni és egy akadálypályát teljesíteni. A speciális optika azt az érzést kelti, mintha valaki sok alkoholt fogyasztott volna. Rengeteg feladattal készült a családoknak a rendőrség közlekedési és baleset megelőzési bizottsága a szombati versenyre. A Közlekedik a család vetélkedő egy országos kezdeményezés idén 11. alkalommal szervezték meg. Ennek a legnagyobb tétje ugye az országos versenyen egy ilyen Skoda Fabia személygépkocsi, ami mögöttem is látható, remélem, mert pont versenyeznek vele, és ezt a gépjárművet lehet majd megnyerni, de aki bekerül az országos versenyre, tehát minden megyéből az az egy-egy család, azok is nagyon értékes nyereményeket nyerhetnek, sőt nyernek is, ugye a 2.-től a 20. helyezettig ilyen családi wellness vakációkat, meg hát fel se tudom sorolni, hogy mennyi minden a nyeremény. A felnőtteknek ezzel a Skodával kellett egy tesztpályán teljesíteni. Azért érdekes az az autó, mert az országos döntő végén legjobban teljesítő család haza is viheti. De nem csak egy értékes nyeremény járt a legügyesebb csapatoknak. Megpróbáltuk úgy összeállítani a feladatokat, hogy a család minden tagja tudjon versenyezni, és ezáltal 7 feladatot hoztunk itt ma össze. Hát ezeken, hogyha végig akarunk menni, ugye itt mögöttem látható majd egy kerékpáros pálya, ahol a gyermeknek kell kerékpárral végig menni egy ilyen akadálypályán, valamint a családból egy főnek, vagy apuka, vagy anyuka rendelkezik B-kategóriás vezetői engedéllyel, egy autóval kell egy ilyen kis ügyességi pályát megcsinálni. A benti részen pedig, hát nagyon sok feladat van, mert van egy ilyen részek szemüveggel egy ilyen kis akadálypályánk, akkor egy Skodába kell bepakolni időre, hogy ki mennyi dobozt tud bepakolni, aztán egy ilyen kressz kocka kirakónk van, hogy ki mennyit tud kirakni, van egy kressz tesztünk, ami egy elég komolyra sikerült idén, úgy gondolom, valamint a bűnmegelőzési szakemberek is kim vannak itt a főkapitányságról, és ők is egy teszttel kedveskednek az ide érkezőknek. Az idei megmérettetésre minden eddiginél többen neveztek. A Kulacs család Nagybajcsról érkezett a vetélkedőre. A família minden tagja kivette a részét a sikerből. Nagyon tetszett minden feladat, az összeset végigcsináltuk, szórakoztató volt, és élveztük, hogy itt lehetünk. Melyik tetszett a legjobban? Nekem azt tetszett, amikor a gyerekek ezen a biciklipályán mentek végig. És az édesapának? Melyik volt a legnehezebb? A legnehezebb az a puzzle volt. Az tartott legtovább kirakni. De sikerült? Sikerült, megoldottuk azért. Nem volt egyszerű, de megoldottuk. Jó hangulatban és izgalmakban bővelkedett a szombati nap. Minden programra érkező család jól érezte magát. Ráadásul sokat tett azért, hogy még körültekintőbben, még biztonságosabban közlekedjenek a jövőben.